Sok jó között a legjobbnak lenni dicsőség, és igazán nem érdekes ilyen esetben annak, aki kapja, hogy ezért nem jár különösebb anyagi elismerés. Az év civil szervezete egyetlen díja, két külön díja és a Bazsonyi Arany Mecénás díj odaítélése a megyei önkormányzat által felkért kuratóriumnak minden évben bizony a bőség rendkívüli zavarával kell megküzdeni. Csak három lehet a díjazott, és persze ennek többszöröse már most megérdemelni valamelyik kitüntető címet. Rengeteg civil kezdeményezés van, rengeteg olyan csoport van, amelyek érdemesek arra, hogy megemlítsük őket, díjazzuk őket, hiszen nem nagy értékű díjakról van szó, nem nagy értékű dolgokat kapnak, hanem egyszerűen elismerjük őket. Szerintem ez a legfontosabb, hogyha az emberek között ez, hogy is mondjam, általánosan elterjedne, akkor sokkal több béke lenne szerintem ebben a világban, így Tolna megyében is. Mi ezért dolgozunk. Reflektorfényben vannak a magas színvonalon hagyományőrző egyesületek, azok zenekarai, tánccsoportjai, az amatőr művészeti élet más területeinek csoportjai. Őket ismeri a szélesebb közvélemény. Mellettük persze léteznek, meghúzódva a háttérben, társadalmilag roppant közhasznú civil szervezetek megyeszerte, akiket a kuratórium igyekszik beemelni a díjazott kiemeltek közé minden évben, az idén is így történt. Észreveszük azokat is, akik dolgoznak, adott településen óriási értéket képviselnek, és fontos szerepet játszanak a feltörekvő fiatalság nevelésében és tápolásában. Vagy éppen az idősebbekében, mint például az év Tolna megyei civil szervezete egyik külön díjasa, a Gyöngysor Alapítvány, amely többek között közösségi pszichiátria keretében segíti a mentális betegeket egész évben a társadalmi, illetve családi életben történő visszailleszkedésben, és rendszeresen oszt pályázat útján elnyert élelmiszercsomagokat az arra rászorulóknak. A másik külön díjas 2019-ben Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület, amely a szociális, illetve családgondozó állandó tevékenysége mellett jelentős szerepet játszik Szekszárd kulturális örökségének, feltárt értékeinek a megőrzésében. Az év Tolna megyei civil szervezete kitüntető címet a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület kapta az idén. Népdalgyűjtésük, zenéjük, több generációs részvételük, Bogyiszló néprajzi feltérképezése, hangzatos külföldi sikereik önmaguk helyett beszélnek. Ő aztán nagyon megérdemelte, kommentálták az ünnepségen résztvevő civil szervezetek képviselői a Bazsonyi Arany Mecénás díj új díjazottjának neve elhangzásakor. Rül Gizelláról van szó. A tolnai vállalkozó a Tolnai Art internetes portál létrehozója. Ő a kultúra egyik, hanem a legnagyobb megyei civil menedzsere. Hogyan? Miként? Nos, erről több száz író, képzőművész, iparművész, fotós tudna személyes példáján keresztül mesélni. Rül Gizellának egyébként páratlan és rendkívül gazdag magángyűjteménye van a Tolna megyei képzőművészek alkotásaiból. És a Szabó Dezső ösztöndi létrehozása is elsősorban neki köszönhető. Példaértékű lehet a szomszéd településen, más közösségekben, hogy nézzétek, ezek meg tudták csinálni, mi is próbáljuk meg. És még elképesztő mennyiségű érték van ebben a megyében, településeken.